Nos, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy ellenzi a halálbüntetést. Ugyan? Miért? Maga nem? Nagyon is helyeslem a halálbüntetést. Ha lehetne, a legszívesebben visszaállítanám a nyilvános akasztásokat. Most tréfál, igaz? Nem. A halálbüntetéssel éppen az a baj, Rovark, hogy nagyon ritkán alkalmazzák. És ezt az ügyfelének, Carly Haley-nek is elmagyarázta? Nem Carly Haley szolgált rá a halálbüntetésre, hanem akik megerőszakolták a lányát. Értem, és minek alapján dönti el, hogy ki érdemli meg, és ki nem? Egyszerű. Csak meg kell vizsgálni a bűncselekményt és a bűnkövetőt. Mondjuk, ha a drogkereskedő agyonlő egy rendőrségi nyomozót, akkor természetesen a villamosszékben a helyemesen nincs. Ugye, azt hittem, hogy maga liberális nézeteket val. Ez igaz, így is van. Csak nem vagyok elvakult radikális liberális. Nem hiszek a megbocsátásban, a rehabilitációban, a biztonságban hiszek, és az igazságban. Értem. Akkor hadd tegyek fel egy kérdést. Nézett már végig kivégzést? Tudtommal még nem. Akkor azt ajánlom, hogy nézem végig egyet, rögtön meggondolná magát. Nézze végig a haldoklását, a kétségbe esett könyörgését, szánalmas rángatózását, minden maga alá csinál, aztán kileheli a lelkét. Utána beszéljen, utána prédikáljon nekem az igazságról és az elveiről. Kérem, kimélyen meg ettől az északi liberális, mi vagyunk az igazság bajnokai szövegtől, mert nem hat meg, és egy cseppet sem vagyok rá kíváncsi. Elnézést, helyesbítenem kell, hiszen kettő közül maga az igazság bajnoka többek között. Ezért hozott ebbe a feketék látogatta étterembe, és igaz? Így van, hogy bebizonyítsa, hogy maga Jézus Krisztus és John Kennedy egy szemében? Erről van szó, igaz? Vagy talán arról van szó, hogy maga is csak egy képmutató, hipokrita, vidéki ember, aki feltehetően szégyel egy magamfajta nővel nyilvánosan mutatkozni? Igen, uram, maga aztán bajnok minden téren, óriási hiba volt, szörnyen sajnálom. Azt hittem a jók oldalánál. Köszönöm, hogy időt szánt rám, Mr. Briggs.